Kedves Eszter, kedves Soma, és hát kedves Dániel, szeretettel köszöntelek én is titeket. Nagyon jó rátok nézni erre a gyönyörű babára, és a családotokra is. Hát mielőtt rátérnénk Dánielnek az esetére, én néhány szót hadd szóljak. Most angoltábor volt ezen a héten, nagyon sok csapatjáték volt. És mindig hát az egyik legjobban várt része az volt a csapatjátékoknak, amikor a csapatok nevet választottak. És hát sokféle név volt Csillámpónitól kezdve, amit el tudunk képzelni, de úgy felfigyeltem rá, hogy több csapatnak is olyan neve lett, hogy a győztesek, meg az első helyezett. Tehát így próbálták előre beírni az ő nevükkel magukat, hogy ők lesznek a győztesek. És úgy érdekes volt látni, ahogy vonultak a táborban, és mentek helyszínről helyszínre, kiáltották, hogy győztesek, győztesek. Hogy milyen sokat jelent egy név. Hát most Dániel, a te neved is jelent valamit, méghozzá egy csodálatos dolgot. Azt jelenti ez a szó, hogy Isten az én bírám, vagyis Isten az, aki az én ügyemben ítélkezik és igazságot tesz. És akármikor, amikor megszólítanak téged Dániel, akár a szüleid, hogy Dániel, akkor ez a név ezt hordozza, hogy Isten az én bírám, ő az, aki igazságot tesz, ő az, aki igazságot hoz az én életembe. És hát van egy könyved is a Bibliában, Dániel könyve, amiből egy rövid részt szeretnék felolvasni neked most. Azt a részt, amikor Dánielt az oroszlánok vermébe vetették, és utána az Isten csodálatos módon megmenekítette, akkor azt olvassuk, hogy ekkor Dárius király ezt írta a birodalmában lakó különböző nyelvű népeknek és nemzeteknek. Békességetek növekedjék. Elrendelem, hogy birodalmam minden tartományában rettegve féljék Dániel istenét. Ő az élő Isten, aki megmarad mindörökké. Az ő királysága megdönthetetlen. Uralkodása végtelen. Ő megment, megszabadít, jeleket és csodákat tesz az égen és a földön. Ő mentette meg Dánielt az oroszlánok karmából. Ennek a Dánielnek azután jó dolga volt, Dárius uralkodása alatt és a perzsa Círus uralkodása alatt. Hát ez egy bátorító dolog, különösen az, hogy ezután jó dolga lett Dánielnek. És szeretnénk így áldást kérni most Dániel életére, hogy kicsit így összekötve a bibliai Dániellel azt látjuk, hogy voltak az ő életében is nagy próbák, akármikor az oroszlánok vermébe vetették, és hogyha most csak jelképesen, de valami hasonló történik majd, a te életedben is, Dániel, nehéz helyzetek, amikor próbára lesz téve a hited, akkor szeretnénk azért imádkozni, hogy tudj úgy az élő Istenhez imádkozni, és úgy bízni benne, mint ez a Dániel. És hát én azt kívánom, hogy ne az oroszlánokat ne így tapasztald meg, hanem a szívedben legyél egy oroszlán szívű, egy bátor, Istennek a gyermeke, aki előre tud nézni, és az Istenre tud nézni. És ahogy éled az életedet, akár uralkodók is mondják azt, hogy na ez a Dániel, ennek az Istenét követnünk kell, mert látjuk az ő életében az Istent. És hát kedves Soma és Eszter, hát ez nektek is nagy dolog most, még egy gyermek, egy csodálatos ajándék az Istentől, és szeretnénk értetek is imádkozni, hogy hát valami természetfeletti módon Isten az energiátokat, azt valahogy növelje, az alvással való szükséges időt pedig csökkentse, hogy jól működjetek, amikor keveset kell aludni, vagy keveset tudtok aludni, és amikor sok-sok tennivaló van, hogy áldja meg a ti házasságotokat is, és az első két gyermeteknek az életét is. És hát ezt úgy fogjuk tenni, hogy imádkozni fogunk. Azt mondta a Biblia, hogy nagy az ereje az imának, különösen akkor, amikor testvérek együtt, egységben, ketten, hárman, most pedig jó néhányan vagyunk, akik ezért egy szívvel, egy akarattal fogunk imádkozni. És a gyülekezetünkben az a gyakorlat, hogy azért fogunk imádkozni, hogy Dániel, amikor te majd felnősz, akkor majd a saját döntésed legyen az, hogy az Isten megismered, hogy felismered az ő jelenlétét, és úgy döntesz, hogy szeretnéd vele élni az életedet, és elfogadod megváltódnak. Ezért imádkozni szeretnénk, hogy tudjunk jó példák lenni egyrészt mi is, a gyülekezetben is, hogy akiket majd látni fogsz itt, azokon keresztül meglásd az élő Istent, de fogunk imádkozni a családotokért is, hogy az Isten minden kérdésben, nevelésben, mindenben, amiben kell a bölcsesség és a vezetés, azt adja meg nektek. Ez most egy olyan ünnepélyes pillanat, hogy arra kérek mindenkit, hogy álljunk fel, és először a szülőket kérném akkor, hogy ti imádkozzatok ezért a drága gyermekért, utána pedig én fogok a gyülekezet nevében. Drága mennyei atyám, köszönöm neked, hogy itt lehetünk, és köszönöm neked a gyülekezetet.
Köszönöm, hogy vannak, akik támogatnak a családunkat, a barátokat. És köszönöm neked, Uram, hogy megajándékoztál minket még egy gyermekkel. És Uram, a te utaid valóban tökéletesek. Add, hogy oda tudjuk adni a te kezedbe az irányítást, hogy tudjunk csöndben bölcsességet kérni tőled a gyermekek felneveléséhez. És kérlek, Atyám, hogy Elizabeth, Ruben és majd Dániel is a te gyermeked lehessen, hogy a te szabad legyen a szívükbe, és megértsék mindazt a csodát, amit értünk tettél. Amen. Drága mennyei Atyám, én is olyan hálás vagyok az áldásaidért, és én is azért szeretnélek kérni, Uram, hogy hadd tapasztaljuk meg a te áldásaidat, most különösen a Dani életében. Szeretnélek kérni, hogy formáld az ő kicsi szívét már most egészen kora gyerekkorától fogva. Uram, olyan jó, hogy nem csak rajtunk múlik, nem a mi hibáink kell, hogy meghatározzák az ő életét, hanem te vagy az, aki az ő első mennyei édesatya, aki szereti őt, aki megformálta. Kérlek, Uram, hogy így formálgasd az ő életét, az ő szívét is. Uram, segíts nekünk abban, hogy hozzád tudjuk vezetni őt, és hogy tényleg te legyél az, aki végig viszed őt az élet nehézségein, hogy mindig hozzád forduljon az örömeiben, a bánataiban. És így kérlek én is még az egész családunkért, hogy attól, hogy ugyanez a Lizi és a Ruben szívében is végbe menjen, és rád találjanak. És áld meg a családunkat, kérlek, Jézus nevében. Amen. Pedig elkérném a gyermeket is, igen. Drága Istenem, hálát adok neked az életnek a csodájáért, köszönöm neked Dániel életét. Istenem, hálát adunk azért, hogy megszülethetett. Köszönjük azt, hogy egészséges, hogy megáldottad a szülést. Köszönjük, Uram, hogy világra jöhetett, és köszönöm, Atyám, hogy terved van az ő életével. Hálát adok azért, hogy nem véletlen az ő léte, hogy te terveztél vele, mielőtt a világ már meglett, te már tudtál róla. Istenem, hálát adok az ő családjáért is, szeretnénk most imádkozni, és a te áldásodat kérni. Különös kegyelemmel vedd őket körül. A te szent neved és a te véred oltalmával őriz az egész családot. Vedd őket körül, Uram, a te jelenléteddel, hogy érezhessék azt, hogy ott vagy velük minden pillanatban, az örömökben, a nehézségekben is. Kérlek, adj nekik energiát, adj nekik erőt. Kérlek Somájt és Eszterért, hogy mindig adj meg nekik a kellő bölcsességet, amikor dönteniük kell. Adj meg nekik, Uram, erőt, amikor elfáradnak. És arra is kérlek, Istenem, hogy Dániel életét te vedd körül, Uram, és mindaz, ami rá vár az életében, Uram, kérlek, hogy hadd tapasztalja azt meg veled együtt is. Hadd ismerje majd fel a te drága hangodat, és ő személyesen megismerhessen téged. Kérlek, hogy minden döntésében te vezéreld majd, és köszönöm, hogy a te fiad Jézus Krisztus nevébe kérhetünk most áldást. Amen.
bemutatom a gyülekezetnek, pásztor Dánielt, nagyon drága és nyugodt baba. Imádkozzunk érte, gondoljunk rájuk, és amiben csak tudjuk, segítsük az ő életüket, foglaljunk helyet. Most jön a legnehezebb részem, vissza kellene adni nektek. Hát... Most pedig még néhány percig foglaljatok helyet. Először azok fognak titeket köszönteni, akik még a legjobban emlékeznek a gyerekkorra, a gyermekek, utána pedig majd a feleségem fog titeket a gyülekezet nevében még köszönteni. Köszöntelek titeket.
gondolkoztam, hogy milyen bölcsességet lehet mondani egy 3 gyermekes szülőknek. Én még nem tudok többet, mint ti. Így az igét vettem elő, és úgy gondolom, hogy Isten tud nekünk mondani bölcsességeket, és leginkább bátorítani tud minket ezen az úton. Először Dániel, mikor rád gondoltam és készültem, ez az ige vers jutott eszembe, majd a szüleid felolvassák neked, hogyha nagyobb leszel, így leírtam neked. Senki meg ne vessen ifjú korod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tiszta életben. 1 Timóteus 4.12. Kívánom, hogy ilyen gyermek legyél. Nektek pedig egy bátorító Zsoltárt hoztam, Zsoltár részt. Fogadjátok szeretettel, és kívánom, hogy ez igaz legyen a ti egész életetekre. Áldom az Urat minden időben, dicsérete mindig ajkamon van. Az Úrral dicsekszik lelkem, hallják ezt a szegények, és örülnek. Dicsőítsétek velem az Urat, és magasztaljuk együtt az ő nevét. Keresem az Urat, és kerestem az Urat, és meghallgatott engem. Minden félelmemből kimentett engem. Akik őrán néznek, felvidulnak, és arcuk nem pironkodik. Ez a szegény kiáltott, és az Úr meghallgatta. Minden bajából kimentette őt. Az Úr angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megszabadítja őket. Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki hozzá menekül. Féljétek az Urat, ti szentjei, mert akik őt félik, azoknak semmiben nincs fogyatkozásuk. Hát érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr. És úgy gondolom, ezt most látjátok is, hogy Isten áldását kívánjuk az életetekre.